Mégis egy egész, az egész könyv egy nagy illúzió. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, én Bibi vagyok. Kezdjük előről. Oké. És a Geri mondta nekem, miután elolvasta, mert úgy volt, hogy ebből ő egy önálló. Egy unikorn is befofázlandodott a képbe. Ezt a Bibi kezdte. Sziasztok! Én Bibi vagyok. Én pedig Geri. És már nagyon jó könyvet hoztunk nektek. Ma is. Így van, ma is egy nagyon jó könyvet hoztunk nektek. Ezt a történetet a Geri kezdte el olvasni, szerintem közvetlenül azután, hogy visszaérkeztünk Magyarországról. De azt tudom, hogy olvastál belőle valamennyit, és mondtad, hogy jó, de hogy most, hát történt egy csomó minden, meg stb. És félretetted. És akkor utána újra sikerült kézbe venni. És ki is nyitotta. És még olvastam is, de egyébként, na hát szóval ez úgy zajlott, hogy tényleg elkezdtem olvasni, de aztán így az élet közben jött, és egy csomó olyan dolgot hozott, meg generált, amit miatt nem tudtam oda koncentrálni rá. A dolog érdekessége mégis az, hogy mindamellett, hogy olvastam, hát szerintem hónapokig, mégis emlékeztem pontosan, ahol hagytam abba a történetet, kik a szereplők, meg egy csomó lényeges dologra, amit egyébként nem biztos, hogy úgy mindig emlékeznék rá, szóval ez így mégis úgy magával ragadott. Geri és a memória, azért ez most így aranyos. Jó van, ne. A lényeg az, hogy emlékeztem a történetre, és aztán hónapokkal később, amikor ismét kézbe vettem a könyvet, akkor elkezdtem ismét olvasni, és magával szippantott a történet. Alapvetően ez egy krimi, viszont tényleg letehetetlen, mert izgalmas, és emlékszem, hogy amikor végre ideadta a Geri, hogy én is el tudjam olvasni, illetve nyúzott, mert szerintem még előtte elolvastam ezt is, meg azt is, mindig így van a közös könyveknél, igen. És tudom, hogy amikor így elolvastam így az első ilyen bevezető fejezet konkrétan, ilyen képekre van szedve maga a történet, mert hogy az egész az így Monet és az ő élete, az ő körülötte lévő események, a festészet. Abban a városkában, francia városkában, ahol ő alkotott. Így van. Tulajdonképpen a saját rezidenciája, környéke, és... És ott a malom, meg a folyóval, szóval egy csomó mindent megtudunk így a festő életével kapcsolatban is. Na és akkor az első kép mielőtt elkezdődik, akkor van egy ilyen prológus-szerű pár oldal, aminek az elolvasása után így azt érzed, hogy azta. Nagyon durva lesz. Ez egy nagyon jó könyv lesz, pedig ez csak egy kétoldalas kis bevezető. És akkor elindul az első kép. Azt nem is emlékszem, hogy mikor indul el a második kép, de azt tudom, hogy így megismerkedünk a főszereplőkkel. Tudom, hogy én visszalapoztam, hogy rájöjjek, hogy vajon róla beszélt-e. Ugyanis úgy fejezi be, hogy hát nem mindenki fogja túlélni ezt a könyvet. Mármint a prológust úgy Mármint fejezi be. Mármint a prológust úgy fejezi be, hogy nem mindenki éli. Hát, hogy egy valaki éli túl. Így van. A három főszereplőből. Így van. Itt egy nagyon fontos momentum kimaradt a videóból, hogy a három szereplő közül a legidősebb, egy idős néni az, aki egyébként az egész történetet elmeséli nekünk, és ő mondja el, hogy a végén csak az egyikük maradhat életben, mert hogy szó van itt egy gyermekről, egy 11 éves gyermekről, egy fiatal tanítónőről, és róla. Ezt csak gondoltam egy ilyen rövid kis kiegészítésnek, mert hogy ez itt kimaradt a videóból, és ez egy nagyon-nagyon fontos momentuma ennek a történetnek. A három főszereplőből. Így van. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert innentől kezdve folyamatosan így visszalapoztam, hogy és akkor most ő lesz, vagy ő lesz. Egyetlen egy gyanús dolog volt nekem ebbe az egészbe, anélkül, hogy elszpoilerezném a történetet, ugyanis ez nem más, ha már így elkezdtünk róla beszélni, mutassuk meg ezt, hogy mit olvastunk el így közösen. Ez nem más, mint a Fekete Vízililiomok című könyve, aminek egyébként szerintem marha jó a borítója. Ami nekem külön, én nagyon szeretem a festészetet, meg egyébként nagyon szeretem így a művészeteket is, teljesen mindegy, hogy festészetről vagy zenéről van szó, én nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Úgy volt, hogy ebből a történetből a Geri önálló videót fog majd hozni, de miután elolvasta, akkor így mondta nekem, hogy ez nekem biztos nagyon tetszene, mert hogy én nagyon szeretem az ilyen jellegű történeteket, és egyébként teljes mértékben igaza is volt. Az, hogy ahogy elkezdődött, már az nekem nagyon tetszett, a borítója nekem szerintem fantasztikus volt. Illetve egy csomó olyan mű is megjelenik önmagában így
az, ahogy olvasod, folyamatosan előjönnek olyan festmények, meg minden, hogy utána, hogy kérdeztem is tőled, hogy te utána néztél, és mondtad, hogy igen, te is utána néztél. Érdemes egyébként a Vízi Liliomok című festményre is rákeresni, így van, mert szerintem fantasztikusan szép, és kicsit úgy, olyan, mintha így értelmet nyerne így az egész, hogy miért, meg hogy fekete Vízi Lilium, meg hogy hogyan, miként. Hát nyilván értelmet nyer, erről szól az egész. Igen, de hogy nagyon, nagyon érdekes. Igazság szerint ez egy nagyon jó... Én azt gondolom, hogy én nem is mondanám azt, hogy tehát krimi, mert krimi, de igazából, ha egy ilyen... Tudod, mihez tudnám hasonlítani filmekben? Mint a Kalambó filmek voltak régen. Tehát így van benne gyilkosság, de nem az... konkrétan arra van igen. építve az egész esemény. Tehát nem egy ilyen FBI-os helyszínelős. Azon kívül ugye ez a Monet és a festészet és a festmények, meg a különböző művészeti alkotások a történetben gyakorlatilag egy kiváló színpadi... Ilyen kép. Mert hogy konkrétan, amikor így olvasod magát a történetet, akkor látod a színeket, de mármint úgy látod a színeket, hogy így érzed a színeket. Ezt most így értitek, hogy miről beszélek, ugye? Akik így szeretik a zenét, meg szeretik a festészetet, azok így látják az összes ilyen domborulatát, és magával kapcsolatban, egyébként a kis várossal kapcsolatban is nekem folyamatosan az volt, hogy olyan gyönyörű képekkel tudja leírni az egyes szakad, például a Malom környékét, ahogy leírta az író, ahogy szinte meg, olyan, mint amikor a festményre azt mondod, hogy megelevenedik előtted a festmény. Kicsit olyan volt, mint amikor például így ránézel egy ilyen tájképre, egy ilyen gyönyörű tájképre, és ahogy nézed, egyre jobban nézed, akkor egy idő után úgy érzed, hogy érzed a virágoknak az illatát, és olyan, mintha ott lennél, és mondjuk hallanád a folyónak a folyás, szóval úgy minden. Hát te, aki amikor a mocsát, amikor a mocsát... Is that you? Smoke weed. Every day. Kutakodtak, az is úgy, szinte éreztem a sarat így a kezeim között. Nem a mocsárba, patak. Igen, de hogy mocsaras volt ugye az a terület, és így önmagában az összes szerep, hát én imádtam ezt a könyvet, a szereplőket, magát az egészet, és hát a könyvnek a csattanója, én nekem volt egy nagyon gyanús pontja, tehát az olvasás során volt egy pont, amikor én megkérdeztem tőled valamit, mert állandóan zaklatom a Gerit a közös olvasásoknál, de hogy itt nem is az, hogy megkérdeztem valamit, hanem volt egy gyanúm, mondtam, hogy nem tudom, hogy és ez így... De én emellett elsiklottam. Abból rájöttem, hogy itt valami sumákság van. A történet nagyon jól van megírva, nagyon szemét módon van megírva, igen. Szerintem. Igazából van egy pontja a történetnek nyilván, ahol mindenről lehull a lepel. A kutyák. Azt is egyszer, ott is tesz egy említést. Én is nagyon szerettem, tényleg. Tehát. Nagyon. Nagyon annyira szemét módon van felépítve, hogy a végén, amikor eljutok oda, hogy csattanó, emlékszem, hogy az utolsó mennyit, 50 oldalt talán. Ezt úgy olvastam, hogy te ott feküdtél mellettem, és mondtad, hogy meg akarom várni, hogy elérjek én ugye a csattanót. Azt mondtad, hogy meg akarom várni, amíg elérsz a csattanót, mert látni akarom az arcodat. Amikor összeérnek a szálak, és kiderül, hogy a három szereplővel, vagy a három szereplő közül kiéli túl ezt az egész dolgot. Vannak benne gyilkosság egyébként, meg vannak benne rendőrök is. Na hát azok például nekem szerintem fantasztikusak voltak. Nekem a főnöknek a kollégája volt, már egy kicsit ilyen stikkes volt, meg neki a felesége is kicsit stikkes volt. Azok nagyon sokat röhögtem, tehát tudom, hogy így ültem a könyvtárba, ahol elvileg csendben kéne lenni, és az ilyen barbecue-s jeleneteknél én olyan jókat röhögtem. Vagy amikor mondta neki, hogy itt maradhat a feleségem, jaj, persze, hát úgyis el fogod neki utána mesélni az ágyba, mert hogy kicsit beszédes. Tehát volt benne humor is, volt benne művészet is, volt benne egy kis kriminológia is. És olyan életszerű volt. Teljesen ott tudtam menni ebbe a kis faluba, és láttam az egészet, és... Igen. A régi vágású történet, nagyon szépen megírva. Hát, abszolút modern köntösben, ha lehet ilyen nagy szavakkal élni, akkor valóban modern köntös, mert például ahogy nyomoztak, meg minden az is. De olyan kicsit igen, tényleg abszolút ott voltál abba a kis faluba, és láttad az embereket, ahogy jönnek, mennek, ahogy festenek, ahogy elmennek ihletet gyűjteni, vagy azt hiszik, hogy majd ott fogják. Mert én végig hittem abba, hogy mindenki megmenekül, mert mindenkinek volt esélye arra, hogy megmeneküljön. Abszolút 5 csillagot adtam erre. Én is csont nélkül. Abszolút, tényleg, csont nélkül, ahogy a Geri mondja. Köszönjük szépen a könyvet a 21. század kiadónak. Nagyon élveztük. Nagyon élveztük, tényleg, fantasztikus volt.
Hogyha kedvet kaptatok hozzá, szerintem mindenképpen vegyétek kézbe. Nem csak művészkedvelők, vagy művészetkedvelők, hanem úgy alapvetően a krimi kedvelők is. Tehát ez is megint egy ilyen sok mindenkinek is ajánlható. Olvasd meg. Így van. És nézzétek meg. És hát igen, aki pedig ilyen kis kutakodó kedvű, mint milyenek mi voltunk, és utána néznek a festményeknek, például azok Halottak című festmény, az nagyon durva volt. Nem azok pont ez a címe, de egy belegondolni abban, hogy van olyan, volt olyan festő, aki a halott feleségét mielőtt hívta az orvost, előtte lefestette. Szóval azért vannak benne ilyen durva dolgok is. Nem, a durva az, hogy egy kitaláció van, ami megtörtént. Igen. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat. Bizony, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett. Így van. Iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg. A csatornára. Így van. Nem maradt más hátra. El, hogy olvassatok sokat, olvassatok idegen nyelven. Sziasztok! De ez így hogy van? Mi? Hát lassan már teljes testen benne vagyok. Hát én is. Vékonyak vagyunk akkor. Elkezdett lóni apa, például én vagyok egy kudikúr. Ez már meg. Unikorn is légy szíves, hagyd forgass. Légy szíves, menjél arrébb, jó? Amíg befejezik. De ne röhögjél! Szóval... beszippantott a történet, és akkor már viszont nem is tudtam lerakni.